Egy példakép, egy hős, egy élsportoló. Dusev Janics Natasa. Hazánk egyik legismertebb és legsikeresebb kajakosának az eredményeit felsorolni is nehéz. A három olimpiai bajnoki cím mellett 2 ezüst és 1 bronzérem is van a vitrinben. A világbajnokságokon 19 arany és 6 ezüst, még Európa bajnoki címből 19-et, második helyből 4-et, harmadik helyből pedig 2-t birtokol. Natasa már régóta gerincsérvel küzdött. A 2013-as duisburgi kajakkenu VB-t is komoly fájdalmakkal csinálta végig. Az aranyat így is sikerült megszereznie. 2014-ben a műtét mellett döntött. A következő szezonra a felkészülést Mexikóban kezdte, ám sokkal több munka és felkészülés várt rá, mint a korábbi években. Nehezkés volt a 2015, mert egyébként is tehát úgy utaztam ki a férjemmel Mexikóba, hogy lehet, hogy nem fog tudni visszatérni, de azért adtam magamnak egy esélyt, nem erőltettem, mert tudtam, hogy komoly volt a gond, meg a műtét, meg az időszak mögöttem, és igazából februárban sem tudtam még magamat úgy terhelni, ahogy kellene, és tudom, hogy a vetélytársaim azok már rég tehát nagyon nagy formába kerülnek, és én igazából csak kipróbáltam magam a válogatón, hogy mire vagyok képes, tehát ez azért nem volt annyira rossz, tehát valahogy tudtam gyorsaságot is visszahozni, meg állóképességet nem is annyira, de így szépen lassan fejlődök, tehát szerintem én meg vagyok elégedve a 15-tel is, ez az év az így telt el, hogy megpróbáltam legjobbat kihozni, de most úgy érzem, hogy panaszmentes vagyok, és nagyon nagy motivációval kezdtem el ezt az évet. A 2015-ös milánói világbajnokság olimpiai kvalifikációs verseny volt. Natasának nem csak a kijutás, de az éremszerzés is sikerült. Homonnai Lucával 200 méteren ezüstérmet szereztek párosban. Nagy csodával ugye kijutottam a világbajnokságra. Volt egy fiatal párom, Homonnai Luca, ővel elindultunk 200 párosba, mert csak kipróbáltunk igazából Szegeden, hogy milyen, hogy még nagyobb gyorsságot szerezzek ugye a második válogatóra, és kiderült, hogy nagyon tehát ilyen hirtelen is gyors páros vagyunk, és akkor beneveztünk 200-on legalább. Hát ha legyen egy számom, lássak ki is Milánót, egy kicsit megmutattam magam, vagy nem tudom. Jó volt, igazából az bántott, hogy ugye éreztem, hogy jobbak vagyunk a belorusszoknál, és elveszítettünk nagyon kevéssel a világbajnoki aranyat. Tudjuk, hogy tehát mindenki nagyon nehezen viseli el a vereséget, de hát én úgy még, még nehezebben úgy érzem, és igazából meg vagyok elégedve, csak az bánt, hogy tudom, hogy jobbak voltunk, de már rég letelt az az év is, pihentem, és most elkezdtem edzeni itt Szolnokon, úgyhogy motivált vagyok, igen. Ám ez már a múlt, már javában tart a felkészülés, és most nem más a következő nagy állomás, mint a riói olimpia. Benedek Dalmával és csapatával készül Szolnokon. Az 5 fokos hőmérséklet sem tudja eltántorítani őket nagy álmuktól. Egy éve, ha megkérdezem, hogy ez a hideg árt-e, mondanám, hogy igen, mert a hátam az meleget jobban szerette. Most úgy érzem, hogy nincsen semmi bajom, ráadásul futásból is tudom terhelni a derekamat, és utána se fáj, tehát így most ez a hideg nem zavar, mert igazából vannak ruháink, fel tudunk öltözni, tehát itt egy széljackivel vagyok, de egyébként másfél hosszú ujjasba
megoldjuk az edzés, és azért nem fázunk, csak max, amikor ugye ki kell szaladnia, le kell venni ugye ezt a sprizdeket a hajóról, és vízesen el kell szaladni a hajót, elrakni a hangárba, akkor fázunk egy kicsit. Most már gyógyultan és elszántan vág neki a véghajrának, hiszen még válogató versenyen kell bizonyítania, mint az összes többi kajakosnak, hogy tényleg ott lehessen Rióban. Ott van, egyébként bele se kezdtem volna. Úgy éreztem, hogy az előző szezonban is egyre gyorsult a hajóm, és az OB-n ugye nyertem is egyénibe Anna ellen, úgyhogy így kicsit motiváltabb vagyok, mert a válogatókon közöm se volt hozzájuk, Anna meg a Dana nagyon kilógott a mezőnyből. Ez 200-on is ugyanúgy volt, hogy legalább fél hajót adtak, tehát ez nem kevés 200-on, és egyébként ahogy jött a vége fel, egyre gyorsabb voltam, mert a VB-n is éreztem, hogy itt vagyok is, itt a helyem. És most meg szerintem motivált vagyok Rióra, mert tudom, hogyha most már elkezdtem edzeni ugyanúgy, ahogy a többiek, panaszmentes vagyok, tudok készülni, normálisan terhelni mindent, tehát tegnap is csináltunk egy kemény körkondi, ami nekem új gyakorlatok, mert ugye Dalmáik már régóta, ugye Benedek Dalmáik ezt már régóta csinálják, de nekem azért volt az, hogy az edzés végére már emegve csináltam a gyakorlatokat, de végig hűségesen álltam.